Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, ahogyan azt mára kaptuk az 5. fejezet 17. verséből a következőképpen. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azt, mondja Jézus. Amen. Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az életben nagyon meghatározóak számunkra az elvárások. Tele vagyunk elvárásokkal, különböző helyzetekkel és emberekkel kapcsolatban. Ha mondjuk munkahelyet szeretnénk váltani, akkor aszerint próbálunk választani magunknak új helyet, ahol úgy gondoljuk, hogy majd ki tudunk teljesedni, ahol jó fizetésünk lesz, és ahol azt élhetjük meg, hogy van értelme a munkánknak. És talán előfordul velünk az, hogy egy olyan helyre megyünk, ami messziről kecsegtetőnek tűnt, de amikor belekerültünk a mindennapok helyzeteibe, akkor rájöttünk arra, hogy csalódnunk kellett, mert nem ezt vártuk. Vagy előfordulhat az, hogy messziről megismerünk embereket, akik nagyon szimpatikusnak tűnnek számunkra, ahogy látjuk az ő külsejüket, vagy az ő megnyilatkozásaikat, de amikor közelebbi kapcsolatba kerülünk velük, és nap mint nap találkozunk, akkor rájövünk arra, hogy mégsem olyanok, mint amilyennek mi elképzeltük őket. Persze olyan is előfordul, hogy kellemesen csalódunk helyzetekben, vagy kellemesen csalódunk emberekben, és akkor azt mondjuk, hogy mi sokkal rosszabbra számítottunk, és most olyan boldogok vagyunk, hogy mégsem váltak be az elvárásaink. Nagyon érdekes az, hogy Jézussal kapcsolatban is az emberekben van egyfajta elvárás, egyfajta várakozás. Abban az időben, amikor az Úr Jézus itt járt a Földön, akkor nagyon sok hívő emberben ott volt a várakozás a Messiással, a megváltóval kapcsolatban. Várták azt, hogy eljön majd a megváltó, akit az Isten megígért az övéinek, és amikor majd ő eljön, akkor olyan dolgokat fog tenni, amelyek igazolják az ő várakozásaikat. Például harcos emberként fog fellépni, ki fog állni a népe jogai mellett, és ki fogja zavarni onnan azokat a rómaiakat, akik annyira megnehezítették az emberek életét. És akkor jött Jézus, és arról beszélt, hogy az ő országa nem ebből a világból való, hanem ő a szeretetet, a békességet, a jóságot hirdeti, és elsősorban azokat a küzdelmeket, amiket az embernek a saját lelkében, a saját bűneivel kell megvívnia. Vagy ott voltak azok az elvárások az emberek szívében, hogyha eljön a megváltó, akkor ki fogja emelni és meg fogja dicsérni azokat, akik igyekeztek az Isten útján járni, akik különösen is nagy figyelmet fordítottak a törvény betöltésére, és akik példát mutattak másoknak a jó cselekedetekből, akik sokat imádkoztak, akik sokat böjtöltek, akik adakoztak, és akikről az emberek azt mondták, hogy lám-lám ők milyen kiváló emberek. És aztán jött Jézus, és azt mondta, hogy nem az a legfontosabb, hogy te látványosan mit cselekszel, ha ott van a szíved benne, és őszintén gondolod, akkor persze ez nagyon jó, hanem elsősorban az, hogy közel kerülj az Istenhez. És hogyha eddig valamit elrontottál, és azok közé tartozol, akit mások megvetnek, vagy nagyon bűnös embernek tartanak, akkor is itt a lehetőség a változásra. És akkor sokan Jézus kortársai közül csalódtak Jézusban, mert ő nem azt képviselte, amit ők vártak, és úgy érezték, és ezzel vádolták őt, hogy nem is tartja fontosnak az Isten törvényét. Ezért mondta Jézus azt a mondatot, amit felolvastam az imént. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azt. Mert a törvény, Isten akarata azért adatott, hogy az ember megtapasztalja Isten szeretetét, és rálépjen a jó útra. És amikor Jézus ezt megéli, bűnösök, elrontott életű emberek felé, akkor igenis betölti az Isten törvényét. Miért?
azért, mert nagyon szeret, és az Isten szeretete át akar ölelni mindenkit. Legyen így. Amen.